Az eddigi külügyminisztert Liz Trust választották a brit konzervatív párt új elnökének. Ez azt is jelenti, hogy ő lesz az Egyesült Királyság új miniszterelnöke a távozó Boris Johnson utódjaként. Az elmúlt 6 évben ő már a 4. brit kormányfő lesz. Nehéz időszakban lép hivatalban, a Szigetországban ugyanis súlyos energiaválsággal és gyorsan növekvő inflációval küzdenek. Ezennel kihirdetem, hogy Liz Trust választották meg a konzervatív és unionista párt vezetőinek. Így jelentette be a voksolásért felelős bizottság vezetője a szavazás eredményét hétfő délben. Az új elnök több mint 80 ezer szavazatot kapott párttársaitól, 20 ezerrel többet, mint ellenfele, a volt pénzügyminiszter Rishi Sunak. A britek következő kormányfője köszönetet mondott támogatóinak és riválisainak, külön kiemelte a távozó miniszterelnököt Boris Johnson eddigi erőfeszítéseiért, majd ígéretet tett a briteknek arra, hogy megoldást talál a mostani energiaválságra. A kampány során konzervatívként kampányoltam, és konzervatívként is fogok kormányozni. Barátaim, meg kell mutatnunk, hogy a következő 2 évben teljesíteni tudunk. Merész tervet fogok bemutatni az adók csökkentésére és a gazdaságunk növelésére. Foglalkozni fogok az energiaválsággal, foglalkozni fogok az emberek energiaszámláival, de foglalkozni fogok az energiaellátással kapcsolatos hosszú távú problémákkal is, fogalmazott Liz Truss. Az új kormányfőnek azonban a britek szerint nem lesz könnyű dolga. Nagyon sok problémával küzdünk, különösen az energia okoz gondot és a megélhetési költségek, mondta egy londoni nő néhány órával az eredmény kihirdetése előtt. A brit energiafelügyelet a múlt héten jelentette be, hogy októbertől csaknem 80%-kal emelkedik a hazai fogyasztók energiaköltsége. Így egy átlagos háztartásnak egy év alatt több mint 1.700.000 forintnyi összeget kell kifizetnie a gázért és az elektromos áramért. A féktelen infláció miatt, amely jóval több mint 10% is csak emelkedik, szinte mindenhol sztrájkolnak. A vasutasok, a postások, az ügyvédek, a szemétszállítók mindenhol sztrájkolnak. A legfontosabb, hogy hatalmas társadalmi nyugtalanságot okoz az áram és gázárak emelkedése, amely mostanra elérte a 200%-ot, magyarázta egy brit elemző. A hazai problémák mellett komoly külpolitikai kihívások is várnak a következő brit kormányfőre. Az Egyesült Királyság ugyan már több mint másfél éve kilépett az Európai Unióból, azonban még mindig vannak súrlódások London és Brüsszel között. Ursula von der Leyen közösségi oldalán gratulált az eddigi brit külügyminiszternek. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, sok kihívással kell együtt szembenézniük a klímaváltozástól az ukrajnai háborúig. Hozzátette, az unióval kötött megállapodás tiszteletben tartására és konstruktív kapcsolatra számít az új kormányfőtől. Liz Truss lesz az Egyesült Királyság 3. női miniszterelnöke. Hivatalos kinevezését kedden kapja meg, amikor látogatást tesz II. Erzsébet brit uralkodónál a Balmoral kastélyban, a királynő pedig felkéri a kormányalakításra.